nagyon-nagyon jó dolog. El tudom vele vágni a biztonságérmet, hogyha a máshogy nem jutok hozzá. Le tudom vágni vele a gyűrűt, vagy bármilyen fémet. Nyilván ugye alapból le tudom vágni a ruhát, és egyébként is szinte bármit. És a végén pedig itt van egy ilyen ablaktörő, tehát a szélvédőt és az oldalablakot is tudom törni. Ennyi mindenre képes egy ilyen kis olló, amelyet a mentők használnak egyes esetekben. 5 ilyen eszközt kaphatott a székesfehérvári mentőállomás a Poliax Kft. Felajánlásának köszönhetően. Az ügyvezetőnk régóta nyújt támogatást így a kórház, illetve a mentőállomás számára, így most sem volt ez kérdés. Érkezett egy igény, illetve volt keretünk erre a cégnél, és akkor az ügyvezető ezek mellett az eszközök, speciális olló, illetve a tűzesetek sérültjeinek az ellátásában segítséget nyújtó eszközöket vásárolt. Az ékési sérültek ellátásában 2 több 100 000 forint értékű csomag nyújt korszerű segítséget. Ezeket szintén a cég támogatásával vásárolhatták meg. Ezek a kék tasakok, ezek jelenleg a, mondhatni, a világon legkorszerűbb égési kötszerek, és ezek azok az égési kötszerek, amik a mindennapokban szükségesek ahhoz, hogy az égési sérülteinket ellássuk. Mondhatom azt, hogy Fejér megyében, hála Istennek, nem túl sűrű az égett betegek ellátása, viszont szeretnénk azt a néhány beteget is a lehető legkorszerűbb terápiában részesíteni. A Hungrana Kft. Nem először segítette a mentőállomást, korábban speciális kötszereket kaptak a cégtől a mentéshez a szakemberek. Most 2 állomáson, Dunaújvárosban és Fehérváron az ingatlan fejlesztést segítették. Klímarendszer és beltéri kamerák kiépítése történhetett meg. Idén egy más irányból közelítettük meg a segítséget, és gyakorlatilag egy ilyen épületfelújítási, klimatizálási programhoz sikerült hozzájárulnunk annak érdekében, hogy azok a kollégák, azok a mentőápolók, orvosok, gépkocsi vezetők, akik nap mint nap esetekhez járnak, azok egy kicsit kényelmesebb, komfortosabb körülmények között tudjanak pihenni. Székesfehérvár önkormányzata 3 defibrillátort vásárolt a mentőállomásnak, ezek közül egy már meg is érkezett. Östör Anna Mária, a Rescue Alapítvány tiszteletbeli elnöke koordinálja a cégek felajánlásait, így mindig olyan eszközöket szereznek be, amelyekre szükség van. Nagyon sokan keresik meg polgármester urat, a várost, engem is, mint a városegészségügyi tanácsnokát, és mindig próbálunk jó célokat találni. Ahogy Reszegi Imre, a mentőállomás vezetője fogalmazott, hogy az 5 forinttól az 50 millió forintig bármit hasznosan el tudnak költeni. Székesfehérvár önkormányzata, a Hungrana Kft. És a Poliax Kft. Összesen 5 millió forinttal támogatta most a székesfehérvári mentőállomást.